van, tehát van Budapesten kívül élet, ugye látjuk Zalaegerszeg, Debrecen, ahol önállóan és állandóan. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy önállóan és állandóan nyomás alatt tartják a bankokat, ott ugyanígy rettegnek. Ugye amikor korábban Debrecenben voltunk autós vonuláson, ugyanazok a biztonsági őrek voltak a bankokban, mint Budapesten. Tehát oda jöttek utánunk, találkoztunk velük, de nem tudták megakadályozni, hogy bemenjünk. Ez pedig egy évvel ezelőtt volt, tehát mi már egy éve bejárunk a bankokba, egy éve elérjük azt, amit el akarunk érni, egy éve adunk a banki ügyintézőknek felhívást arra, hogy tegyék meg azt, hogy elmondják az igazságot, be fog ez érni. Mindig egy csepp a pohárba. Itt akik ide jöttek a demonstrációra és előtte bent voltak bankban, az OTP bankban vagy az FHB-ban, nyilván még majd máshol is fognak menni, elmondták azt, hogy az ügyintézőknek remeg a kezük. Remeg a kezük, amikor kint demonstráció van. Remeg a kezük, amikor több ember megy be. Mert hát nagyon félnek. Egyrésztről ott a pallos a fejük fölött, a főnökük, hogy most mit fog mondani, mit fog csinálni. Másrészt nekik is van szívük. És ők is tudják, hogy nagyon nagy biztonság volt, amit elkövettek. És legszívesebben már elmondanák. De ehhez kell még az a kis lökés nekik, ezért kell állandóan újból és újból az alkalmazottakat folyamatosan nyomás alatt tartani. Természetesen a főnökeinket is, tehát nincs ezzel semmi gond, de hiába megyünk el egy mocskos hazárulóhoz, a Csányihoz, a Fataihoz, vagy az összes többi szemétládához, azoknak nem olyan a szívük. Azokat mássából faragták, hát majd szépen alulról fogjuk ezt megfúrni, bemegyünk, és mint a kukac, az almát szétrohassza. Ha egyszer bent van az a kukac, akkor az szét fog rohadni. És ugyanígy ez a rendszer is. Oda mi bemegyünk, emberek vagyunk, embereket találunk meg, és azért vagyunk szimpatikusak, mert nem törünk, zúzunk, ríbolunk, hanem oda megyünk, és szépen finoman, az ő módszereiket is túlszárnyalva el fogjuk érni azt, hogy az egész rendszer rohadjon. A biztonsági öröknek javaslom, hogy keressék az új munkahelyeiket, mert ezek a mocskok itt szana szét fognak esni, és akkor nem lesz hol dolgozniuk. Nyilván most lehet ezen mosolyogni, de majd rá fognak jönni, amikor megtörténik. Hajrá!